újabb károk, ismét vihar pusztított Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a jég több települést elvert. Tuzsér ékessége, a lúnyai kastély felújítására megközelítőleg 600 millió forintra lenne szükség. Érték a fürtös, az újfehértói medgyet világszerte ismerik, a gyümölcs a térségben több ezer ember megélhetését biztosítja. Ismét vihar pusztított Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Több települést elvert a vihar, a mezőgazdasági károk jelentősek. Besenyőd, Levelek, Baktalórántháza, ez csak három település, amelyet elért a hétvégi égeső. Ezek a felvételek Csengerben készültek még júniusban, amikor hatalmas jégeső érte el az ország legkeletibb részét. Hétvégén hasonló méretű vihar egy óriási szupercella vonult át Észak-Kelet Magyarország fölött. A 41-es számú főúton ma egész nap a kidőlt fák és a letört ágak maradványait takarították a magyar közút munkatársai. A vihar a mezőgazdasági termelőknek is jelentős károkat okozott. Székely János éppen azt mutatja, hogy a dió nagyságú jég minden levelet összetört a dohánygúrén. Itt több helyen 90-100%-os kárt hagyott maga után a vihar. Ez egy óriási szupercella volt, szombat délután érte bennünket. Igazság szerint Nyíribrony és Romocsaháza felől érkezett a vihar, és Ófehértó és Nyírbátó felé távozott. Ez gyakorlatilag egy ilyen 30 percig tartott. Az első 5 percben diónagyságú jég volt, gyakorlatilag szárazon, víz nélkül, és utána egy ilyen 15 percig esett a vízzel együtt a jég, tehát a csapadékkal együtt a jég. Hát, mint látható, a melléketábra mutatja, gyakorlatilag a dohánytáblák 90%-os kárt szenvedtek, a 22 levélből nem tudunk betakarítani gyakorlatilag egyet sem, 20-22 levélből az összeset elvitte, és hát óriási a kár. A jégkárt a biztosító társaságok a következő napokban mérik fel, a helyreállítási munkálatok folyamatosak az érintett térségben. Megközelítőleg 600 millió forintra lenne szükség a tuzséri lónyai kastély felújításához. Ebből 20 millió forint kellene a beázó tető azonnali helyreállításához. Erről tanácskoztak a Kárpát-Fest című rendezvényen Tuzséron. A találkozón elhangzott, a falu északi részén található kastély felújítása után kiemelkedő turisztikai vonzerőt jelentene. Omladozó vakolat, elmozdult tetőcserepek, így néz ki ma a tuzséri lónyai kastély kívülről. Legutóbb 2000-ben költöttek az épületre, ám akkor a felújítási munkálatok félbe szakadtak. A mesterek még a szerszámaik egy részét is hátrahagyták. Azóta a kastély állaga folyamatosan romlik, a tető beázik és mindössze két terem látogatható. A település polgármestere a Nemzeti Kincseink a Kárpátok ölelésében című tudományos konferencián arról beszélt, megközelítőleg 600 millió forintra lenne szükség a felújításokhoz, 20 millió pedig az azonnali állag megóváshoz kellene. Nagyon fontos lenne az épület tetőszerkezetének felújítása, ez ilyen 20-30 millió forintos tételt jelent. Sajnos a tető beázik, így a főteremben vagy díszteremben lévő freskó tönkre mehet két éven belül, hogyha sürgősen nem avatkozunk közben. A tuzséri Kárpát-Fest elnevezésű 3 hetes kulturális rendezvénysorozat végén tartották a konferenciát a kastély jövőjéről, melynek célja volt, hogy az épület hasznosítási lehetőségein túl a felújításhoz szükséges forrásokat is megtalálják. Ez a konferencia is azért született, azért jött létre, hogy ráirányítsuk a figyelmet ennek a kastélynek az értéke, illetve keressük a módját annak, hogy mégis milyen forrásból, milyen lehetőségek révén tudnak tovább haladni ebben a programban. Én gondolok elsősorban a határmenti együttműködési program lehetőségeire, különösképpen az ENI, hiszen kárpátai vonatkozásai is vannak a lónyai családnak, illetve a Magyar-Szlovák Együttműködési Program pályázati kereteiben. A közgyűlés elnöke a rendezvényen elmondta, a megyei fejlesztési ügynökség segítségével először a Magyar-Szlovák programban keresnek pályázati forrást a kastély felújításához. A helyi értékeknek gazdaságfejlesztő ereje van, mondta a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Újfehértón a Hungarikum és Értéktár konferencián. Nagy István kiemelte, az újfehértói medgyet világszerte ismerik, a gyümölcs a térségben több ezer ember megélhetését biztosítja. Ezt ünnepelték idén is a helyi medgyfesztiválon, ahol a hagyományos programok mellett a helyi értékekről, hungarikumokról szóló konferenciát rendezték meg.
Az újfehértói Fürtös Megyfesztiválon éppen születésnapján köszöntötték a 87 éves professzort, aki kinemesítette az újfehértói Fürtös Megyet. Ötven éve, hogy az újfehértói gyümölcskutató állomás Pető Ferenc professzor munkája nyomán kinemesítette az újfehértói fürtöst, a hazánkban megtermelt megy mennyisége meghaladja 64 ezer tonnát, ennek nagy része a megyéből származik. A rendezvényen elhangzott az újfehértói megy a térség felbecsülhetetlen értéke. Ízre zamatra nagyon hasonlít a pándi megyhez, a gyümölcs nagysága olyan, ugyan kisebb, de öntermékeny, termőképessége kiváló. És tudtuk, hogy a megyet már abban az időben is igyekeztek géppel betakarítani, a rázás, a jövő technológiája, technikája, és ez a megy olyan tulajdonságú, hogyha beérett, szedésre érett, akkor ha megrázzuk a fát, akkor a gyümölcs sérülésmentesen leválik a kocsányról. Ez egy másik olyan tulajdonság, ami értéket ad ennek a fajtának. A hazai megyet a tengeren túlon is ismerik Hungarikum. Minden hazai értéket védeni és népszerűsíteni kell, hiszen komoly gazdaságfejlesztő hatása van a hungarikumoknak. Erről a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára Nagy István beszélt a rendezvényen. Mindazon termékek, amelyek ebből készülnek, azt, mint jó brand, divatos szóval, ez viszi magával, eladja önmagát. És mindazt, amit el tudunk adni, akkor az munkahelyet teremt. És végig kell menni a legvégső folyamatáig, hogy támogatja azt az embert, aki a medgyet termeli. És a medgytermelőből kiindulva nagyon jó pálinkát lehet eladni. Évente 2000 mázsa fürtös medgyet dolgoz fel a zsindelyes pálinka főzde, a gyümölcs és a belőle készült pálinka is hungarikum. A cég szeretné a következő évben kiterjeszteni az újfehértói nemes gyümölcsből készült termékek körét. Megpróbáljuk minden fronton, akár az ételek, ételreceptek tekintetében, ha csak saját régiónkban is valamilyen formában megmutatni, akár a koktélok, a kávés kompozíciók, a csokoládék tekintetében is. Tehát mindenképpen szeretnénk a szörpök, gyümölcslevek, lekvárok, aszalványok irányába, egy gyümölcsecet irányába kiterjeszteni ezt az egész dolgot, hogy ne csak a pálinkáról szóljon, hanem azt kell mondjam, hogy az élelmiszer ágazatnak majdnem minden területére kiterjedjen ez a bizonyos értékesítés. A helyi értékek felkutatása minden település számára fontos feladat, ezért helyi, megyei és országos szinten működnek értéktárbizottságok. Mindig egy szakmai csoport dönt arról, mi kerülhet be a helyi, a megyei és a nemzeti értékek közé. Újfehértón a helyi értéket képviselő termékek közös logót kapnak a jövőben. Egyfajta elismerés lehet azoknak a termékeknek, amelyeket itt Újfehértón állítanak elő. Most ez mindenre értem, tehát nem csak mezőgazdasági, nem csak ipari, hanem minden egyéb termékre is értem. És ha ezt a logót látni fogja bárki a Újfehértón előállított terméken, abban biztos lehet, hogy ez újfehértói minősége garantált. A Hungarikum és Értéktár konferenciát az idei Fürtös Megyfesztivállal összekötötték, hagyományőrző programokkal, koncertekkel várták az érdeklődőket szombaton egész nap. Októbertől három ütemben újítja meg az évente 320 ezer utast fogadó kisvárdai vasútállomást és környezetét a MÁV. A vasúttársaság elsődleges célja a modernizálás mellett a balesetek számának csökkentése. A 4 milliárd forintos saját forrású beruházást a MÁV 2018 végére valósítja meg. Többek között akadálymentesített gyalogos kerékpáros aluljárót, új magas peront építenek, felújítják a vágányhálózatot és a biztosító berendezést, modernizálják a hangos és vizuális utastájékoztató rendszert, valamint renoválják az 1873-ban készült régi állomás épületet és környezetét is. Utóbbi terület rendezésébe az önkormányzat is bekapcsolódik. A régi állomás épület az teljesen rekonstrukció alá kerül, és kialakul egy csodálatos olyan állomás épület együttes, amely a vonatról leszállomásnak nagyon szép képet mutat majd. Parkok jönnek létre, a parkolórendszer fog megújulni. Nagyon fontos a város szempontjából, hogy a Bocskai út és a Temesvár út között egy aluljáró fog létesülni, ami kerékpáros közlekedésre is alkalmas, illetve a peronokhoz is aluljárókon keresztül lehet majd eljutni, így a biztonság növekszik a csutállomáson.
Kamionnal ütközött egy személygépkocsi Baktalórendháza külterületén ma délelőtt. Az autó Vásárosnemény felől Nyíregyháza felé haladt. Egy külföldi rendszámú kamion azonban úgy hajtott rá a 41-es főútvonalra, hogy nem adott elsőbséget, így neki ütközött a kisebb járműnek. A balesetben 5-en sérültek meg, az anyagi kár jelentős. Idén is legyőzték a sárkányt Nyírbátorban. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Leveleki Bence két számban, távolugrásban és hármas ugrásban állhat rajthoz Tbilisziben az ifjúsági Európa-bajnokságon. Bakosiné Szenci Erika tanítványa egyedüli versenyzőként képviseli a nyíregyházi színeket a 42 atlétát számláló magyar csapatban. 133 csapat részvételével augusztus közepén rajtol a megyei futballszezon. Az átigazolási időszak augusztus végéig tart, de a felnőtt játékosok csak júliusban válthatnak szabadon csapatot. Újdonság, hogy a 19 év alatti futballisták nevelési költségtérítés megfizetését követően igazolhatnak új helyre. A bűnmegelőzés, valamint a közrend és közbiztonság fenntartása a célja a polgárőrségnek, hangzott el a megyei polgárőr napon. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 4000 polgárőr dolgozik, stratégiai partnerük a rendőrség munkáját ennyien segítik. Megyei ajakon tartott napjuk alkalmából kitüntetéseket adtak át és szakmai előadásokat tartottak. Idén is legyőzték a sárkányt Nyírbátorban. Vasárnap este zárult a háromnapos Szárnyas Sárkányfesztivál. A Nemzetközi utcaszínházi forgatagot már 24. alkalommal szervezték meg a városban. A helyi legendát idézték meg most is, amely szerint a környéket pusztító, az embereket rettegésben tartó sárkányt a bátoriak egyik hős őse ölte meg. A mítosz minden év júliusában újra és újra megidéződik, és a sárkányt pedig legyőzetik. Sárkánybőrbe bújt gyerekek, kitűnő zenészek és gólyalábasok is szórakoztatták a nagy érdeműt Nyírbátorban. A Nemzetközi utcaszínházi kavalkád pénteken indult és három napon át tartott a városban. A Szárnyas Sárkány hete idén is igazi nyári kulturális csemege volt. Nyírbátor misztikus állata a sárkány. Ez összefügg a bátori családdal és az őt övező valamennyi mondával, ami a sárkányhoz köthető. Nem véletlen egyébként, hogy a város címerében, a bátoriaknak a címerében is megjelenik a sárkány, mint címerállat. A legenda igen-igen egyszerű. Annak idején, amikor a bátoriak itt éltek és ide költöztek, akkor a bátoriak egyik őse, a Vidvitéz legyőzi az ecsedi lábban uralkodó sárkányt, aki rettegésben tartja az itt élőket, és a győzelem jelképeként a három fogát elhozza a sárkánynak. Ez a három fog látszik egyébként ma a város címerében is. Ez a Nyírbátori, ez pedig már a bátoriak címere. Ám a Szárnyas Sárkány hetére több olyan címert is összeválogattak, amelyek sárkányokat ábrázolnak, majd a sárkány maga Nyírbátor utcáin is végigvonult. Az ünneplő tömeg végül a papok rétjénél állt meg, ahol komédiások szórakoztatták az érdeklődőket. Hölgyeim és uraim, a láthatatlan ember erőművészeti mutatványt ad elő, kihúzza magát, és vigyázállásból, kézemállásból fog átdömbörödni. Koncentráció, aki majd látja, megtapsolja. Olé! Absztrakt, vizuális, mozdulatszínházi előadást is megcsodálhattak a Nyírbátorba érkezők. A piros ruhákba öltözött művészek variálható jelmezükkel újra és újra formálták önmagukat, előadásukat. A gyerekeknek, családosoknak pedig kézműves foglalkozásokkal és könnyed zenével is kedveskedtek. Az egyik zenekar meglepő módon zöldségekből alkotott hangszereket. Sárgaripából ilyen pukkantót, meg akár egy furuját is el lehet készíteni, igaz, hogy hosszabb idő kell hozzá, de meg lehet csinálni, és rendesen hangokat ad, és lehet játszani rajta. Hát van egy érdekesség, amit szoktunk használni, a régi vasboárd, amit a nagyanyáink mosásra használtak. Arra szoktunk rakni babot, meg lencsét, meg ilyesmit, és abból egy jó kis hangszert lehet, ilyen ritmus szekciót lehet elkészíteni. A zöldségzenekar mellett számos más előadót is láthattak, hallhattak az érdeklődők, a nyírbátori nagyszínpadnál többek között a Besodrom is adta a talpalávalót, a rendezvényről pedig a tüzeskedés sem maradt el. Tűzzsonglőrök mutatták be a nyírbátori legendát, a sárkány harcát.
Leveleki Bence két számban, távolugrásban és hármas ugrásban állhat rajthoz Tbilisiben az ifjúsági Európa-bajnokságon. Bakosiné Szenci Erika tanítványa egyedüli versenyzőként képviseli a nyíregyházi színeket a 42 atlétát számláló magyar csapatban. A sportág történetében először rendeznek ifjúsági Európa-bajnokságot. A 18 éves korosztály legjobbjai a tavalyi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál helyszínén Grúzia fővárosában mérik összetudásukat. A 16. születésnapját augusztus elején ünneplő Leveleki Bence számára ismerős lesz a helyszín, mivel az elmúlt évben távolugrásban a 6. helyen végzett Tbilisiben. Ami nagy előny a többiekkel szemben, akik nem voltak ott, hogy tudom, hogy mennyire van a melegítő pálya a pályát, és hogy kell melegíteni, hogy legyenek az ízmét bemelegítve, mikor kell melegíteni, az nagyobb előny a többiekkel szemben. A távolugrásban 7 méter 20 cm-es, hármasban 14 méter 69 cm-es egyéni csúccsal rendelkező atléta csak 4 évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni a sportággal. 12 éves korában kezdett el atlétizálni, az első években csak nem is átlag gyerek volt, aztán 13 éves korában már 1000 méteren országos bajnokságon harmadik volt, távolugrásban második volt, következő évben 300 méteren lett országos bajnok, és a távolugrástól 15 éves korában, tehát igazából tavalyi év az, amikor 6-90 fölé került. A magyar válogatott kett hajnalban indul Tbilisibe. A távolugrás selejtezőjét csütörtökön, a döntőt pedig pénteken rendezik. Bence célja az egyéni csúcs és a fináléba kerülés. A távolugrásban elért eredmény tükrében döntik majd a edzőjével, hogy hármasugrásban rajthoz áll a nyíregyházi fiatalember. 133 csapat részvételével augusztus közepén rajtol a megyei futballszezon. Az átigazolási időszak augusztus végéig tart, de a felnőtt játékosok csak júliusban válthatnak szabadon csapatot. Újdonság, hogy a 19 év alatti futballisták nevelési költségtérítés megfizetését követően igazolhatnak új helyre. A megyebeli futballcsapatok egy része a pihenőt követően már elkezdte a felkészülést, a megyei igazgatóságon azonban nem volt holt szezon. A nevezési időszak június végén zárult, az elmúlt héten pedig az esetleges hiányokat pótolhatták a csapatok. A három osztályban végül 133 együttes vág majd neki a 2016-2017-es szezonnak. A legnagyobb érdeklődés a megyei első osztály mezőnyének alakulását kísérte. Mivel az Ibrány alul maradt a Kaposvár elleni osztályozón, az elmúlt szezon bajnoka maradt a megye egyben. Most már azt is lehet tudni, hogy a feljutó Balkány és Vásárosnamény mellett még kikerült fel, illetve kimenekült meg. Tiszalök, mivel szezon közben visszalépett, maximum megye harmadosztályba indulhat, a Tiszalök VSV ott is fog indulni, tehát a legalacsonyabb osztályunkba. Emellett pedig még ugye volt két kieső papíron a Kemecse és a Gyulaháza csapata. Mivel a három megye kettes bajnok közül az egyik bajnok nem vállalta, így a versenyszabályzat értelmében feltöltési sorrendben a legjobb fel nem jutó csapatot kellett felkérnünk a megyei másodosztály három második helyezettje közül. Ez a csapat nem volt más, mint a Rakamazi Spartakusz ese. Ők értelemszerűen vállalták, tehát a Rakamaz is tagja lesz a megyei első osztálynak. És mivel a Tiszakanyárban volt egy kis változás, a vezetőség végül úgy gondolta, hogy nem a megyei első osztályt szeretnék és úgymond idegen légiós játékosokkal, hanem az az igény Tiszakanyáron, hogy helyi gyerekek játszanak, viszont akkor így inkább visszább minősítik önmagukat, és nem a megyei első, hanem a megyei másodosztályba adták le a nevezésüket, így még egy hely felszabadult, és így a legjobb kieső a sorrendben, akit fel kell kérni, a legjobb kieső pedig a Gyulaháza KS-e volt, így a Gyulaháza csapata is bennmaradt a megyei első osztályba. Az átigazolási időszak július elején kezdődött és augusztus végéig tart. A felnőttek kétféleképpen cserélhetnek csapatot, míg a fiataloknál bevezették a nevelési költségtérítést. Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy július hónapban a felnőttek úgymond szabadon igazolhatnak, július 31-ig. Ez azt jelenti, hogy nem kell az átadóklubnak beleegyeznie az átigazolásba, viszont a felnőtt játékosnak nyilatkoznia kell, hogy X csapatot én itt hagyom. Erre van ugye egy ilyen forma nyilatkozat, ahol értesíteni kell legalább írásban az adott klubot, hogy én nem szeretnék nála tovább futballozni. Augusztusban viszont már csak úgy tudnak igazolni a felnőtt játékosok, hogyha az átigazolási papírt az átadó klub, tehát az a klub, ahol ő játszott, az is aláírja, ellenkező esetben nem. Ami az utánpótlás átigazolást illeti, ott van egy nagyon fontos változás most a nyilvántartási igazolási és átigazolási szabályzatban. Idén ugyanis bevezették, hogy 19 év alatti átigazolásnál minden esetben fizetni kell. A megyei első osztályban és a három másodosztályú csoportban az augusztus 13-14-i hétvégén rajtol a szezon. A harmadosztályú csoportok beosztása még folyamatban van, ott később indul útjára a labda.
Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Ismét vihar pusztított Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Több települést elvert a vihar, a mezőgazdasági károk jelentősek. Besenyőd, Levelek, Baktalóránt háza, ez csak három település, amelyet elért a hétvégi égeső. Megközelítőleg 600 millió forintra lenne szüksége a tuzséri Lónyai kastély felújításához. Ebből 20 millió forint kellene a beázó tető azonnali helyreállításához. A helyi értékeknek gazdaságfejlesztő ereje van, mondta a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Újfehértón a Hungarikum és Értéktár konferencián. Nagy István kiemelte, az újfehértói medgyet világszerte ismerik, a gyümölcs a térségben több ezer ember megélhetését biztosítja. A Kölcsei Televízió híradóját látták július 11-én hétfőn. Friss hírekkel kedd este jelentkezünk, addig is böngészték honlapunkat. Ott további híreket, érdekes videókat találnak. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap tovább fokozódik a hőség, egy nyugat-európai ciklon hullámzó frontrendszere egyre közelebb kerül hazánkhoz, előtte a Kárpát-medence fölé afrikai eredetű, forró, száraz levegő érkezik. Éjjel többnyire derült idő várható, csapadék nem lesz, a déli szél időnként megélénkül. Reggelre általában 18 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire gyengén felhős idő várható sok napsütéssel, csapadék nem lesz. A déli szél megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 34 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Szerdán a délutáni esti óráktól egy lassan mozgó hidegfront okoz egyre több felé záporesőt, zivatart, nyugaton már visszaesik a hőmérséklet. Csütörtökön folytatódik a lehűlés, bár keleten helyenként még meghaladja a 30 fokot a csúcsérték. Sokfelé várható zápor, zivatar, északkeleten, keleten hullhat a legtöbb csapadék. Pénteken országszerte hűvösebb időre számíthatunk az ilyenkor szokásosnál. A front mögött sokfelé erős lesz az északi, északnyugati szél. A hét utolsó napjaiban változóan felhős időre van kilátás, hosszabb, rövidebb napsütéssel, szorványosan záporral.